a mérkőzés, de a második fél időre kicsit feltüzelte a csapatot, a cserék is ezért szóltak, hiszen megpróbáltunk mindenféleképpen 3 pontot szerezni ezen a mérkőzésen, és hál' Istennek az én beállásommal is, és a többi játékos hozzá tudott tenni a mérkőzéshez, és így begyűjtöttük ezt a 3 pontot, ami nagyon fontos számunkra, hogy elérjük a céljainkat. Elég jó szériát, most már azt mondom, sikerült lezárnunk sajnos ezzel a mai mérkőzéssel. Nem így terveztük, hát azt kérte a mester, hogy ugyanolyan felfogásban játszunk, mint az előző mérkőzéseken. Ami azt mondom, az első fél időben helyek közel sikerült is, ugyanis olyan egetverően nagy helyzetet nem tudott kialakítani a Kispest. Én úgy mondom, egy picit szerintem a szerencsés elpártott mellőlünk, mert azért volt kapufánk, volt helyzetünk, úgyhogy ha mi rúgjuk az első gólt, akkor szerintem teljesen másképp alakult volna a mérkőzés, ugyanis szerintem a Honvéd picit begörcsölt volna hazépályán, így is egy picit hallottam, hogy a közönség nyomja őket, úgyhogy az nagy előny lett volna. Hát sajnos mi kaptuk az első gólt, és azt mondom, inkább a második, ami megpecsételte a sorsunkat. Mit kért tőled személyesen a mester? Azt kérte, hogy próbáljam felpörgetni a játékot, cselezzek rá az ellenfélre, próbáljam megbontani őket, és igyekezzek a kapu elől odaérni, gólt lőni, akár gólpasszt adni. Ugyanazt a fegyelmezett játékot kérte, amit eddig is játszottunk. Igen, valóban egy picit maradtunk fejbe, vagy nem tudom, tehát nem volt az a agresszív harcos játék, amit eddig képviseltünk. Hát azért tudtuk jó, hogy valamikor meg fog szakadni ez a jó széria, bár egyértelmű, hogy most a következő meccsen nem leszünk ettől rosszabb csapat, ugyanúgy, hogy nem lettünk ezektől a jobb csapat. Szerintem jó szériában voltunk, most ez így sikerült, hát megyünk tovább és csináljuk. Hát igen, azt kérték a srácok is, hogy próbáljam egyszerűsíteni a játékot egy-két érintőből, de hát én úgy éreztem, hogy kell egy kis színt belevinni, egy kis váratlan meghúzni. Hát nem mindig sikerült, ez benne van a játékban, de sikerült a végén nyernünk, és ez fontosabb annál most. Én nem tudom elképzelni, hogy már ezzel a 30 ponttal is kiessünk, de azt garantáltam, hogy nem 30 pontosan fogjuk szerintem befejezni a bajnokságot. Van még hátra 5 meccs, most kikaptunk a Honvédnál, ami úgy gondolom, hogy azért belefér, ugyanis egy Európa Ligáért harcoló csapattal játszottunk. Szerintem nem játszott olyan kifejezetten jól a Kispest sem, de most nekik volt inkább szerencséjük. Én azt mondom, hogy tettünk is érte, tehát nem volt az, hogy esetleg lazsáltunk, vagy hát ez most így sikerült sajnos.